A civilizáció hajnala előtt bolygónkat földön kívüliek szállták meg, és ettől minden örökre megváltozott. És megteremtették az emberi fajt, hogy az istenek rabszolgái legyenek. Több millió ember hiszi úgy, hogy földön kívüliek teremtményei vagyunk. Az emberi faj genetikai létrehozása jelentős esemény volt a bolygó történelmében. Azt mondják, őseink felfedték előttünk az igazságot, hátrahagyott rejtélyes nyomok formájában. Amikor ezek az ősi szövegek arról szólnak, hogy furcsa teremtmények szálltak le hozzájuk az égből, akkor azokat szó szerint kellene venni, hogy E.T. tényleg itt járt nálunk. Vajon a földön kívüliek tényleg párosodtak primitív humanoidokkal, és ezáltal évezredes lökést adtak az evolúciónknak? Van, aki szerint van rá bizonyíték. Úgy vélem, hogy a csillaggyermek nem teljesen ember. Mások annál kevésbé hiszik így. Amíg nem állnak elő olyan bizonyítékokkal, ami mindezt alátámasztaná, addig a tudósok nem fogják komolyan venni őket. Hívők és szkeptikusok fej-fej mellett kutatják az ősi asztronauta elméletet. Igazság vagy földön túli gondolat? Az igazság nyomában. Asztronauták egy távoli világból. Évezredekkel ezelőtt az emberek kezdetleges tüzeik körül élték egyszerű életüket. Alig volt valamiük, és nem sokat értettek a barlangjukon kívüli világból. De a történet szerint egy szép napon a világegyetem megváltozott örökre. Azon a napon földön kívüliek szálltak le bolygónkon, hogy kapcsolatba lépjenek primitív őseinkkel. Asztronauták voltak egy távoli világból. Lehet, hogy mindez őrültségnek hangzik, mégis szerte a világon emberek milliói hisznek benne. Az ősi asztronauta elméletet legismertebb módon a legendás író Erik von Däniken tette közzé Istenek ivadékai vagyunk című sikerkönyvében. Kifejezetten elgondolkodtató könyv volt. Az egész világon beszéd témává vált, tehát az elképzelés egyáltalán nem volt új keletű. Däniken valami megmagyarázhatatlant fedezett fel ősi történelmünkben. Biztosra vette, hogy bolygónkat földön kívüliek látogatták meg, csak azt nem tudta, hogy miért. De könyvének 1968-as megjelenése óta elmélete az egész világon elterjedt, és természetesen a földön kívüli látogatások miértje sem maradt válasz nélkül. Réges-régen egy földhöz hasonló távoli bolygó lakói globális felmelegedés elé néztek. A bolygó pusztuló légkörét csak egy valami volt képes megmenteni a nap perzselő sugaraitól. Az arany. Ehhez viszont rengeteg aranyra volt szükségük, így hát a bolygó lakói elindultak az univerzumban, hogy további aranylelőhelyeket tárjanak fel. Végül valahogyan ránk találtak, és arannyal teli bolygónkra. Itt is maradtak, bennünket pedig a rabszolgájukká tettek, hogy kibányásszuk nekik a föld aranyát. Itt létük alatt óriási monumentumokat építettek, többek között piramisokat szerte a bolygón, Egyiptomtól az amerikai kontinensig. Építményeiket kozmikus navigációra használták, illetve leszállóhelyként űrhajóik számára. Elképzelhető, hogy nagyon is hasonlítottak ránk. Persze az is lehet, hogy nem. De akárhogy is néztek ki látogatóink, kétség kívül sok új technológiával megismertettek bennünket. Erik von Däniken pártfogoltjaként Giorgio Tsoukalos az ősi asztronauta elmélet új generációját képviseli. Technológiai értelemben akkor még nagyon primitívek voltunk. Ők pedig finoman löktek rajtunk egyet a jó irányba azzal, hogy matematikát, csillagászatot, földművelést és hasonlókat tanítottak nekünk. Csak hogy biztosan jó felé tereljenek minket. De a legfontosabb földön kívüli technológia, amit átadtak nekünk, a bányászat volt a mindennél fontosabb arany kitermelése érdekében.
Amennyire mindez hihetetlenül hangzik, látszólag éppen annyira sok bizonyítékot lehet találni rá. Csak a megfelelő helyen kell keresni, és az ember már is talál régészeti lelőhelyeket, vagy szöveges bizonyítékokat. Mikor az őslakók arról faggatták ezeket a lényeket, hogy honnan jöttek, sohasem az óceánon túlra mutattak, hanem mindig fel az égbe. Persze nem mindenki értett egyet ezzel az elmélettel. Ken Feder, a sokat látott régész szerint az ősi asztronauta elmélet védelmezői azt látják, amit látni szeretnének. Számunkra olyan ez, mintha valamiféle földön kívüli békehadtest képviselői szálltak volna le a bolygón. Körülnéztek, párosodtak velünk egy darabig, aztán így szóltak. Szerencsétlen balekok, na, adjunk nekik valamit! Akárhogy is, a hívők számos műemlékben és tárgyi leletben saját elméletük igazát vélik megtalálni. Elméletem szerint ez a piramis egy gépezet volt. Az egyik bizonyíték lelőhely Mexikó város közelében található. Ted Strain, az ősi asztronauta elmélet szakértője szerint Teotihuacán ősi városa az egyik olyan hely, ahol a földön kívüliek egykoron aranyat bányáztak és dolgoztak fel. Az elmélet a piramisok energiájáról szól, hogy az alakjuknak köszönhetően képesek voltak a kozmikus sugárzást, a napszelet, meg még ki tudja micsodát valahogyan ráfókuszálni a csillámkőre, és ezzel olyan kémiai folyamatokat idéztek elő, amivel végül az oldatból képesek voltak aranyat kinyerni. De Teotihuacán nem az egyetlen olyan hely, ahol az idegenek a Föld állítólagos gyarmatosítása során landoltak. Szerte a bolygón találhatunk furcsa és rejtélyes képződményeket, melyeket látszólag más világokból származó lények és járművek számára terveztek. Ott van például Teotihuacántól nem messze Chichen Itza, a központi piramis tetején lévő beépített leszállópályájával. Vagy az észak-libanoni Baalbekben található rejtélyes masszív kőépítmény ősi romjai. És talán mindközül a legrejtélyesebb leszállóhely a perui Nazca vonalak. A Nazca vonalak évtizedek óta tartanak bizonytalanságban misztikusokat és régészeket egyaránt. A sivatagi fennsíkot keresztben hosszában átszelő vonalak már legalább 1000 éve ott vannak. És sokak szerint formájukban gyanúsan hasonlítanak a modern repülőgépek leszállópályáira. Az alakzatok közül némelyiket több kilométer hosszúságú, tökéletesen egyenes vonalak alkotják. Ezt még manapság is nehéz lenne reprodukálni szállítóeszközök és mindenféle technikai felszerelés nélkül. Hogyan lehettek képesek erre a 3000 évvel ezelőtti perui emberek? Erre nincs magyarázat. A Nazca vonalak azonban még ennél is sokkal elképesztőbbek, de ezt csak felülről lehet látni. A földről nézve láthatatlan majmok, pókok és madarak kelnek életre a levegőből, némelyik futballpályánál is nagyobb. Hogyan lehetett volna képes bármely ősi civilizáció ilyet alkotni műszaki felszerelés, repülőgépek, vagy éppen űrhajók nélkül? Valakinek kellett ott lennie egy ballonban, vagy repülőgépben, vagy űrhajóban, vagy valami antigravitációs libegőn, hogy irányítsa a vonalak kiépítését a Földön. A választ talán sohasem tudjuk meg. Az viszont sokak szerint nem kétséges, hogy leszállás után az asztronauták nem sokat tétlenkedtek. Maradjatok látótávolságban, hagyjátok magatokon a kötelet. A történet szerint a földön kívüliek a szárnyuk alá vettek bennünket. Megtanítottak rá, hogyan kell eszközöket készíteni és használni, mint például a lézersugarat, amivel a szikladarabokat szabályos kőtömbökké és táblákká lehetett formálni. Hogy azután a kőtömbökből felépülhessenek az ősi műemlékek, melyeket a mai napig csodálunk. Például az egyiptomi piramisok. A régészek szerint ezek a piramisok majd 5000 évesek. Egy-egy kőtömb súlya akár a 15 tonnát is elérheti. Dél-Amerikában szintén megtalálható gigantikus kőkapuk tetején, piramisokon és 4000 méter magas megalitok csúcsán őrködve. Ezek a kőtömbök több száz, sőt, több ezer évesek, és egyenként 130 tonnát nyomnak. Hogy átlagos emberek ekkora képződményeket megmozgassanak, kifaragjanak és megvilágítsanak, az túlságosan nagy technológiai falat lett volna derék ősatyáinknak. De az egyik egyiptomi templom mélyén talált ábrázolás meghökkentő dolgot sugall.
Ezekből az elméletekből megtudhatjuk, hogyan hatottak ránk a Földön kívüliek, miután megérkeztek a bolygónkra. De vajon milyen lehetett az ő életük? Visszatértek-e valaha távoli csillagukhoz, vagy itt maradtak örökre? Micsoda mintákat gyűjtöttünk be! Az újságok címoldalán leszünk, ha majd meglátják ezt a sok csodát, amit visszahoztunk magunkkal. És lehetséges, hogy a leszármazottaik a mai napig itt élnek közöttünk? Az 1930-as években egy tizenéves lány egy mexikói barlangban két félig betemetett csontvázra bukkant. Miután kiásta őket, döbbenten látta egyikük furcsa koponya formáját. Lehet, hogy ez a koponya a fizikai bizonyíték arra, hogy a Földön kívüliek nem csak gyarmatosították bolygónkat, de örökre meg is változtatták az emberi faj fejlődését. Lloyd Pye író szerint ez pontosan így van. Úgy vélem, hogy a csillaggyermek nem tisztán emberi származású. Mondjuk, hogy elhiszem. Most éppen hol vagyunk? Mielőtt megtudhatnánk, hogy bármilyen koponya bizonyságul szolgálhat-e az ősi asztronauta elméletre, térjünk vissza a történet legelejére. A vizsgálatok napokig is elhúzódhatnak. Elképzelhető, hogy az igazságot az ősi barlangrajzok rejtik, melyek a legkorábbi bizonyítékai annak, hogy az ember saját világán kívül is kereste a választ. Miután a régészek elkezdték tanulmányozni az őseink által kövekbe és barlangok falára vésett történeteket, olyan képekre és tárgyi leletekre bukkantak, melyek sehogyan sem akartak beleilleni a történelmünkről alkotott elképzelésekbe. Sokak szerint nehéz magyarázatot találni az ehhez hasonló képekre, melyeken űrruhába öltözött emberek láthatók sisakban és antennákkal. A régészettudomány megszületése óta az elfogadott magyarázat ezekről a képekről, hogy isteneket ábrázolnak. Amikor egy ilyen leletet vizsgálok, ami látszólag egy istent ábrázol és valakit, aki a levegőben lebeg, úgy gondolom, ez pontosan beleillik az eredet történetükbe, hiszen minden bizonnyal egy istent ábrázol. Gondolom, ez az egyszerűbb magyarázat. Ahelyett, hogy azt mondanánk, igazából az ott egy földön kívüli, akinek valamiféle lebegő csodagépe van. A 20. század elején a modernkori repülőszerkezetek megjelenése gondolkodóba ejtette az embereket a rejtélyes NASCA vonalakról. Sokan tették fel a kérdést, vajon hogyan lehettek képesek megalkotni ezeket az elképesztő ábrákat, anélkül, hogy valami vagy valaki odafentről irányította volna őket. Mások szerint ezeket igenis mi emberek építettük. Miután a Földön kívüliek itt hagytak minket és hazatértek kozmikus otthonukba. Az istenek elhagyták a Földet, az emberek pedig, akik kapcsolatban álltak velük, szerették volna, hogy visszatérjenek. Így hát ábrákat hoztak létre a talajon, mondván, itt vagyunk, ha mégis visszajönnétek, ide szálljatok le. Ez az elgondolás akkoriban túlságosan valószerűtlennek tűnt még ahhoz is, hogy komolyabban fontolóra vegyék. De az 1960-as években, amikor az ember először szelte át az űrt és lépett a Hold felszínére, a távoli bolygókról ingázó földön kívüliek elgondolása hirtelen már nem is tűnt akkora őrültségnek. Nem sokára az ősi asztronauta elmélet is szárnyra kapott, majd 1968-ban Erik von Däniken Istenek ivadékai vagyunk című könyve rázta meg a világot. Akkoriban szállodaigazgatóként dolgoztam, amikor megírtam ezt a könyvet, ami persze tele volt tévedésekkel, olyan elképzelésekkel, amikről mára már tudom, hogy nem, vagy legalábbis nem teljesen voltak helytállóak. Igaz vagy sem, az elképzelés, hogy évezredekkel ezelőtt földön kívüliek jártak a bolygónkon, akik örökre megváltoztatták az emberi faj történelmét, futótűzként kezdett terjedni. De nem Däniken volt az első, aki mindezt felvetette. A diffúzió elméletnek nevezett ellentmondásos teória követői már évtizedekkel korábban kidolgozták saját elképzelésüket az emberi intelligencia eredetéről. Ha a fejlődés során valahol óriási előrelépéseket látunk, akkor annak minden bizonnyal egyedi forrása lehetett, mert általános értelemben véve az emberek buták. Kellett valahol léteznie egy eredendően zseniális kultúrának. A diffúzionisták kezdetben Egyiptomra mutogattak, az Atlantis hívők pedig az Atlanti-óceán közepére. Erik von Däniken viszont felfelé mutatott az égre. A 70-es évekre az ősi asztronauta elmélet kiteljesedett. Az évtizedek során a földön kívüliekkel való kapcsolatfelvétel megszokott témaként köszöntött vissza könyvekből, tévéműsorokból és a mozivászonról.
de mindezen izgalmak során akadt egy olyan kérdés, amely mindenek felett izgatta a hívők fantáziáját. Ki építette az egyiptomi nagy piramisokat? A piramisok minden más képződménynél jobban példázzák az ősi világ szinte elképzelhetetlen építészeti megoldásait. William Henry író szerint bizonyítékok tömkelege szól amellett, hogy a piramisok már pedig nem az egyiptomiak művei voltak. Véleményem szerint a nagy piramis nem más, mint óriás energiagépezet, amely képes a kozmosz távoli pontjairól érkező energiák fogadására és továbbítására. A kulcs pedig a piramis elhelyezkedésében rejlik, ugyanis pontosan a bolygó szárazföld tömegközéppontjára építették. A látszólagos együttállás a nappal és a csillagokkal pedig csak a haba nagy piramis tortán. Földrajzi elhelyezkedésük pontosan egy vonalba teszi őket az Orion csillagképpel. De hogyan lehetett képes egy 5000 évvel ezelőtti civilizáció ilyen fejlett számítások elvégzésére? És főképp miért? Ted Strain videófilmes szerint a rejtély hasonlít a teotihuacani piramisokéhoz. A piramisok tervezői és építői A. vagy az égből szerezték a tudásukat, vagy B. maguk az istenek voltak. Lehet, hogy maguk az istenek építették a piramisokat. Ami azt illeti, maga a Teotihuacán név is azt jelenti, hogy az istenek helye, vagy ahol az istenek gyülekeznek. Vannak, akik szerint ez az ősi város pontosan ugyanolyan elrendezésben épült, ahogyan a naprendszerünk, sőt, egy pici piramis még a Plutót is szimbolizálja. De Teotihuacán 2000 éves, még a Plutót csupán alig néhány évtizeddel ezelőtt fedezték fel. Hogyan lehetséges ez? A válasz az, hogy valószínűleg földön kívüli istenek jöttek le hozzánk az égből, akik átadták matematikai és csillagászati tudásukat az emberiségnek. Strain szerint Teotihuacánt és még számos hozzá hasonló rejtélyes építményt földön kívüliek egy királyi csoportja, az Anunnakik építették. De kik voltak ezek az Anunnakik, és vajon melyik bolygóról érkezhettek? A legősibb ismert civilizáció a mezopotámiai sumérok 6000 évvel ezelőtt kőtáblákba vésték annak történetét, hogy az Anunnakiknak nevezett istenek hogyan szálltak le a földre egy általuk Nibirunak nevezett bolygóról. Új technológiákkal ajándékoztak meg bennünket, és megosztották velünk tudásukat a naprendszerben elfoglalt helyünkről. A tudósok többsége szerint a sumérok történetei csupán mítoszok. De nem mindegyikük szerint. Amikor ezek az ősi szövegek arról szólnak, hogy furcsa teremtmények szálltak le hozzájuk az égből, akkor azokat szó szerint kellene venni, és nem szimbolikus, meg mindenféle egyéb értelmezéseket belemagyarázni. Hogy ez biztos ezt vagy amazt jelenti. Hiszen nagyon is könnyen lehet, hogy E.T. tényleg itt járt nálunk. Az ősi asztronauta elmélet szerint E.T. nem csak hogy járt nálunk, de egyenesen ő is teremtett minket, mégpedig oly módon, amiben szinte még belegondolni is megdöbbentő. De létezik-e mindenre bizonyíték? Lehet, hogy éppen ez az ősi koponya támaszthatja alá, hogy több száz vagy akár több ezer évvel ezelőtt földön kívüliek jártak nálunk, akik emberekkel párosodtak. Körbenéztek az emberek között, és akik megtetszettek nekik, azokat feleségként magukkal vitték. A rejtély, hogy mi emberek hogyan érkeztünk a Földre, fontos része az ősi asztronauta elméletnek. A mértékadó tudósok egyetértenek abban, hogy a modern ember más főemlősökkel közös ősből fejlődött ki. A szakértők viszont régóta kutatják, hogy miután a Homo sapiens több mint 100 000 éven át járt kelt a Földön, mi történhetett, amitől hirtelen szárba szökkent a civilizáció alig 6000 évvel ezelőtt? A hiányzó láncszem nem más, mint földön kívüli beavatkozás a génállományunkba. Hiszen egy valami kristálytisztán látszik. Valóságos kvantumugrás kellett hozzá, hogy miután kijöttünk a barlangból, hip-hop, nekiálljunk piramisokat építeni. Az ősi asztronauta elmélet hívei szerint a civilizációt elindító szikra a távoli űrből érkezett, ahonnan egyszer csak földön kívüliek rohantak le minket, teherbe ejtették az asszonyainkat, és már itt sem voltak. Nevezhetjük ősi egyéjszakás kalandnak is.
Faj keresztezés zajlott le. A Bibliában is benne van, hogy az Isten fiai, akik lejöttek a földre, vonzónak találták az ember lányait. Vadházasságban éltek velük, és utódokat nemzettek nekik. De vajon tényleg itt hagytak bennünket, vagy maradtak még egy darabig? Az ősi asztronauta elmélet hívei között sokan vannak, akik szerint a teremtésünk története ennyire azért nem volt romantikus, a valóságban inkább egyfajta genetikai manipulációról lehetett szó. A legősibb teremtés történetben a sumér istenek csöveket, edényeket és agyagot használnak az ember megalkotásához. Ha pedig hiszünk az ősi asztronauta elméletnek, akkor kiderül, hogy ezek a teremtők egyáltalán nem istenek, hanem földön kívüliek voltak. De akár párosodás útján, akár agyagból teremtettek minket, egy kérdés még mindig megválaszolatlan maradt. Miért? A földön kívüliek nem szerették bepiszkítani a kezüket. Itt a földön viszont olyan engedelmes munkaerővel rendelkeztek, akik istenként imádták őket. Munkaerőre volt tehát szükségük. Az ősi asztronauták egyetlen ok a bányászat miatt jöttek el hozzánk. Az emberek pedig nem csak bányáztak, de állatokat is neveltek, és növényeket is termesztettek nekik. Gyakorlatilag az istenek szolgálói lettek. Hogy a földön kívüliek mikor kezdték itteni tevékenységüket, arról Kínában találhatunk árulkodó nyomokat, egy érdekes népcsoportnál, a dropáknál. A dropákról úgy tartják, hogy ők egy olyan földön kívüli faj, akik a mai napig itt élnek velünk a bolygón. A történet szerint 1938-ban egy régész különös síremléket fedezett fel egy barlangban a kínai-tibeti határ közelében. Oda bent apró csontvázakra bukkant hatalmas koponyákkal. Ezen kívül furcsa kőből faragott korongokat is talált felszínükön mikroszkopikus méretű barázdákkal. Ezzel a felfedezéssel bizarr módon 20 évig senki sem foglalkozott, míg valaki egyszer csak azt állította, hogy sikerült lefordítania a köveken található véseteket. Állítólag egy idegen lényekről szóló történetet mesélnek el, akik 12 ezer éve kényszerleszállást hajtottak végre a Földön. Itt ragadtak, és kifejlesztettek egy civilizációt, egy falut. Később növénytermesztéssel kezdtek foglalkozni, és szépen gyarapodtak. Végül pedig ők váltak a kínai nép őseivé. Ez az elképzelés eléggé fantasztikusnak bizonyult ahhoz, hogy további vizsgálatoknak vessék alá. De az igazságot talán sohasem fogjuk megtudni, ugyanis sokak szerint a kínaiak a bizonyítékokat hét lakat alatt őrzik. Nem gondolkodtak el azon, hogy miért van annyi kínai a Földön? Azért, mert ők voltak itt legelőször. De létezik egy koponya, ami hasonlít a Kínában találtakhoz, és aminek talán a története is hasonló. Ezt a koponyát ráadásul meg is lehet vizsgálni, hogy története kiderülhessen. Egy tizenéves lány bukkant rá Mexikóban 70 évvel ezelőtt. Bent a barlangban meglátott egy csontvázat, ahogy a hátán feküdt. Miután a kezével lekapargatta róla a földet, látta, hogy a csontok formája erősen eltorzult. Azóta a koponya legalább kétszer cserélt gazdát. Mára Ray és Melanie Younghoz került, akik a koponya szüleinek tekintik magukat. Volt egy barátnőm, akivel együtt dolgoztam. Az ő férje jutott hozzá egyenesen a hölgytől, aki annak idején megtalálta. Mivel egy időben csecsemőgondozóként dolgoztam, megkértek, hogy vizsgáljam meg. Először csak egy képet mutattak róla, ami az arcnak erről a részéről készült. Amikor ránéztem, el nem tudtam volna képzelni, hogy mi lehet ez. Mivel szerették volna egyszer és mindenkorra kideríteni a koponya történetét, felkeresték Lloyd Pye-t, az alternatív tudományok guruját, hogy segítsen a nyomozásban. Rögtön tudtuk, hogy a megfelelő személyhez fordultunk a kérésünkkel. Éppen úton voltam egy igen jelentős UFO konferenciára a nevadai Laughlinba. Javasoltam, hogy engedjék meg, hogy magammal vigyem oda a két koponyát, ahol az 500 résztvevő között várhatóan többen is lesznek, akik az ilyen jellegű leletek szakértői. Lássuk, mit mondanak. Amit mondtak, az mindenkit meglepetésként ért. Gyakorlatilag egyhangúan kijelentették, hogy a koponya pontosan úgy néz ki, hogy akár egy szürkéjé is lehetne.
A szürkék a földön kívüliek azon csoportja, akiket a legtöbb szemtanú látni vél. Ezek után elhatároztam, hogy tudósokat is be kell vonnunk a vizsgálatba. Az első lépés Lloyd számára a koponya pontos korának a megállapítása volt. Miami-ba vitte egy laboratóriumba szénizotópos kor meghatározásra, ahol kiderítették, hogy 900 éves. A tudósok ezután mikroszkóp alatt vizsgálták a koponyát. Elképedve láttak rajta valamiféle vöröses anyagmaradványt, illetve szokatlanul erős rostokat a csont belsejében. Két fontos rendellenességet is tapasztaltak, és mind a kettő teljesen egyedinek bizonyult. Akárkinél is jártunk vele eddig, gombaszakértőnél vagy másnál, még soha egyikük sem látott ehhez foghatót. Lloyd szerint a koponya nem teljesen egy másik világból való, szerinte inkább egy ember és egy földön kívüli közös leszármazottjáról van szó. El is nevezte csillaggyermeknek. Lehet, hogy nem a legszerencsésebb névválasztás volt. Az ember mondjuk felhív egy tudóst, hogy egy különleges formájú koponyáról szeretne konzultálni vele. Persze megkérdezik, hogy van-e valamiféle neve a dolognak, és amikor azt mondom csillaggyermek, már kattan is a telefon. Lloyd csupán egyetlen módon bizonyosodhat meg róla, hogy a csillaggyermek ember volt vagy sem, megvizsgáltatja a DNS-ét. A hírneve forog kockán, és készen áll kideríteni az igazságot, akár tetszeni fog neki a válasz, akár nem. Az egyszerű halandók számára nehéz lehet elfogadni a koncepciót, hogy földön kívüliek teremtményei vagyunk, akiknek legjelentősebb ősi vívmányainkat is köszönhetjük. De talán a tudomány képes lesz alátámasztani ezt az elméletet, vagy végleg lerombolni. Lent a Föld mélyén tanulmányozzuk ezeket az ősi járatokat, és ha valóban létezik fizikai bizonyíték a földön kívüliek létezésére, azt mi fogjuk megtalálni? A gondolat, hogy földön kívüliek gyarmatosítottak bennünket, keresztezték a fajunkat és megosztották velünk az összes tudásukat, valóban nyomasztó lehet. Bolygónk nagy sűrűsége tette lehetővé, hogy kidolgozzuk gravitációs, majd antigravitációs elméleteinket. Hát ebből egy szót sem értek. Szerte a világon számos építménynél joggal csodálhatjuk, hogy az ókori emberek hogyan voltak képesek akár több száz kilós kőtömböket is kivágni és megmozgatni. Sok régész áll elképedten az elmúlt évtizedek során napvilágra került több ezer éves relikviák láttán, melyek közül az egyik legelképesztőbb akár egész történelmünket is képes lehet újraírni. A közkeletű elképzelés szerint a villanykörtét Thomas Edison találta fel, pedig lehetséges, hogy nem is ő volt, hanem a földön kívüliek. Egy ősi egyiptomi templom mélyén különös falvéset vonzza a látogatókat rejtélyes szimbolikájával. Az egyiptomiak többsége szerint a rajz egy isten születését ábrázolja, de van, akik szerint az ábrán egy ősi villanykörte található, kompletten izzószállal és elektromos vezetékkel együtt. Döbbenetes látni, hogy az elektromosságot egyáltalán nem a mi civilizációnk találta fel. Már évszázadokkal ezelőtt a miénk volt, csak éppen megfeledkeztünk róla. Elveszett a tudásunk. Ezt ugyan nehéz elképzelni, de a hívőknek van még egy érvük. Hogyan lehettek képesek az ókori egyiptomiak felvésni azt a sok hieroglifát és képet a falakra egy vaksötét piramis belsejében? Az olajlámpások és fáklyák ötletét elvetették, mivel alig találni korommaradványokat a piramisok belsejében. Lehetséges, hogy tényleg elemes lámpákat használtak? Az 1930-as években Egyiptomtól nem messze a régészek egy egyedülálló szerkezetre bukkantak, ami bizonyságul szolgál rá, hogy a 2000 évvel ezelőtt itt élt emberek valóban képesek voltak villanyelemet konstruálni. A leletet ma úgy hívják, a bagdadi elem. Az olyan titkok, mint az elektromosság, csak egy kis számú, kiválasztott réteg számára voltak hozzáférhetők. De hogyan tudhatták a Jézus korabeli emberek, hogyan kell elemet készíteni? Én hiszek benne, hogy ezek az ősi technológiák, amiket azóta folyamatosan újra felfedezünk, eredetileg földön kívüliektől származtak. Szerintem itt hagyták nekünk őket, hogy használjuk. Csak aztán egy idő után kezdtek elromlani, mint egy autó, aminek a javításához nem értünk, és előbb-utóbb végképp eltűntek. Míg az ősi asztronautákban hívők szerint a bagdadi elem a földön kívüliek beavatkozását bizonyítja, a messzi Texas államban Nancy Reed, az ősi technikák professzora szerint valami egészen másról árulkodik.
A bagdadi elem összeállításához szükséges technológia a valóságban meglehetősen egyszerű. Kell hozzá egy üreges rúd részből, és egy tömör rúd vasból. Az edényt pedig természetesen ecettel kell feltölteni. Ha mindezt összerakjuk, az ecet savassága elektromos reakciót vált ki. Hogyha egy voltmérőt hozzáérintenénk, látnánk, hogy körülbelül fél voltot termel. Fél volt persze nem túl sok elektromosság, és az továbbra is rejtély maradt, hogy miért készített valaki elemeket 2000 évvel ezelőtt. Vajon tényleg földön kívüliektől tanultuk el a technológiát? Vagy valami ennél is meghökkentőbb történt? És lehetséges, hogy az egyiptomi villanyégőt tényleg a bagdadi elem vagy valami hasonló szerkezet működtette? A válaszokat talán éppen Svájcban kell keresnünk, ahol az író Erik von Däniken nemrég egész élményparkot épített fel az ősi asztronauta elmélet köré. A park egy elképesztő kiállításnak is otthont ad az ősi egyiptomi villanyégőről. Caroline Schneider újságíró szerint a villanykörte figyelemre méltó elképzelés. Így nézett ki. Valahogyan tényleg muszáj volt, hogy világítsanak a piramisok belsejében. Lehet, hogy éppen így. Nem tudom, hogy igaz lehet-e, de ha esetleg tényleg ilyeneket használtak, abban még belegondolni is elképesztő. A Däniken parkjában kiállított villanyégőket a bagdadi elem reprodukciói működtetik. De az eredeti rajz vajon tényleg egy villanykörtét ábrázol, vagy csupán a vad képzelet láttatja így velünk? Amikor kézbe veszem Däniken könyvét, azt csinálom, amit a tanítványaimnak is javasolok. El kell takarni az alatta levő részt. Garantálom, ha valaki így nézi a képet, azon többé nem villanykörtét lát, hanem valami óriási padlizsánt. Aztán, ha leveszi a kezét, azt mondja, villanykörte. Micsoda? Mit hord ez itt össze? Megmondom, mit gondolok. Találja meg az üvegbúrát, találja meg a fémrészt, ahol be kell csavarni a foglalatba, aztán találja meg az energiaforrást. Ez így együtt már fizikai bizonyíték. Úgy látszik, talán nem mind arany, ami fénylik. De vajon ott van-e az arany Teotihuacán romjai között? És ami még fontosabb, van-e bizonyíték rá, hogy a helyet földön kívüliek építették, hogy aranyat bányásszanak? Kim Goldsmith régész az elmúlt 24 évet Teotihuacán romjainak tanulmányozásával töltötte. Itt nem volt arany. Az egész környéken sose volt egy szem se. Nem voltak aranybányák, és nem is szállítottak ide aranyat azokban az időkben. És mi a helyzet azzal az elmélettel, hogy Teotihuacán földön kívüliek leszállóhelye lett volna? Gondoljuk csak végig. Ezek a földön kívüliek, miután képesek voltak átszélni a csillagközi űrt, majd a puszta szemükkel fogják kicentizni a leszállást. Nem volt nekik GPS-ük vagy valami hasonló? Lehetséges, hogy ezeknek a piramisoknak azért mégiscsak volt valamiféle csillagászati jelentőségük. Ted Strain úgy véli, elhelyezkedésük pontosan másolja naprendszerünket. De Ken Feder régész szerint, ha piramisokról van szó, az emberek hajlamosak bármit beléjük látni. Az ember elszámol, 9-ig aztán felkiált. 9 piramis van, pont ahány bolygó. Na igen, csak éppen elfelejtett tovább számolni. Ugyanis ott a 10., a 11., sőt a 12. is. Persze az asztronauta hívők mondhatják, hogy eredetileg a naprendszerben is több bolygó volt, és már is egy gyönyörű körkörös érvelést kapunk. Teotihuacán valószínűleg csupán egyetlen virágzó város volt a sok egyforma közül. Az ott élő emberek pedig építészek és mérnökök voltak. Mások a közigazgatást és a jogrendszert működtették, megint mások pedig a várost védelmező hadsereg katonái voltak. Térjünk vissza mindenki kedvenc ősi asztronauta rejtélyéhez, az egyiptomi nagy piramisokhoz. A különböző elméletek szerint a piramisokat az atlantisziaktól a földön kívüliekig már mindenki felépítette, kivéve magukat az egyiptomiakat. De Ken Feder régész szerint az igazság szó szerint ott van a falakon. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy nem tudjuk, hogyan építették fel az Empire State Buildinget. Pedig van egy csomó fénykép, amin pontosan követhető minden. Hogy a piramisok építéséről nincs fénykép? Dehogy nem, ott vannak a rajzok a falakon, ahogy az egyiptomiak húzzák, vonják a köveket. Ott a közvetlen fizikai bizonyíték, magukon a köveken, hogy hogyan faragták ki őket. Földön kívüli kőművesek létezését lehet, hogy soha nem fogjuk tudni bebizonyítani.
De ma már adott a lehetőség, hogy bebizonyítsuk, évszázadokkal ezelőtt az emberek igenis párosodtak földönkívüliekkel. A határ közelében élek, és a megyei kórházban dolgozom. Már minden elképzelhető genetikai rendellenességgel találkoztam. De hiába láttam eddig bármit, ez a jelenség semmihez nem hasonlítható. Azt már tudjuk, hogy a koponya nagyjából 900 éves, és hogy a szemgödrök ránézésre nem e világból valók. De a legjobb módja kideríteni, hogy a csillaggyermek részben földön kívülie, a DNS vizsgálat. Lloyd egész sor DNS tesztnek vetette alá a koponyát, az eredmények azonban a csillaggyermek rejtélyét csak még ködösebbé tették. Jason Eshelmannek, a San Franciscói Genetikai Intézet munkatársának nagy gyakorlata van az ősi DNS minták vizsgálatában. Dolgozott a Kennewicki ember néven híressé vált 9000 éves maradványokon is, amelyeket 1996-ban fedeztek fel Washington államban. Most pedig évekkel később Jason újabb nagy feladatot kapott, a csillaggyermek vizsgálatát. Azt keltette fel az érdeklődésemet, hogy Lloyd tudományos módszerekkel szerette volna megvizsgálni a felmerülő kérdéseket, és lehetséges, hogy ezek a módszerek valóban képesek megadni a válaszokat. Az ősi DNS kinyerésének módja nem sokban különbözik a modernétől, csak éppen sértetlen ős DNS találni jóval nehezebb feladat. Egy 900 éves biológiai anyag esetében sajnos számítani kell rá, hogy a DNS már bizonyos fokig lebomlott. Egyáltalán nincs rá garancia, hogy Jason képes lesz megvizsgálni a csillaggyermek DNS-ét, főleg, hogyha tényleg földön kívüliről van szó, és ha nekik egyáltalán van DNS-ük. A feladat tehát adott, az eredményekről pedig majd később számolunk be. De előbb térjünk még vissza a perui Nazca vonalakhoz. Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy évezredekkel ezelőtt az emberek segítség nélkül képesek lettek volna megalkotni ezeket a hatalmas rajzolatokat úgy, hogy valamiféle repülőgépről vagy űrhajóról ne láthatták volna felülről a munkát. De akadt szakértő, aki szerint ehhez egyáltalán nem kellettek UFO-k. Joe Nickel, a paranormális jelenségeket vizsgáló tudományos nyomozóbizottság egyik szkeptikus tagja. Ez lesz mondjuk a felső határvonal. Véleménye szerint a Nazca vonalak megalkotói nem lehettek földön kívüliek néhány nagyon egyszerű ok miatt. Az ősi asztronauták persze a levegőben kellett, hogy lebegjenek egy csészealjon. Ez viszont komoly nehézséget okozott volna odalent a por miatt. A Nazca munkásoknak tehát porvédőmaszkban kellett volna dolgozniuk, hunyorogva egészen a földhöz tapadva. Így használták a botjaikat és a zsinórjaikat, ahogy most mi is megpróbáljuk, hogy megrajzoljunk egyet. Első lépésként összekészíti az anyagokat. Ez így nem teljesen életű, de most kénytelenek vagyunk ezt használni, mivel kavicssal borított sivatag épp nincs a közelben. Ezután kiméri az alakzat sematikus ábráját, ezúttal az egyik legszebb Nazca rajzot próbálja reprodukálni, a 45 méteres pókot. Nagyjából 6 métereseknek kellene lenniük. Nézd meg, hogy megvan-e innentől odáig. Micsoda? Próbáljuk meg újra mérni. Az erre a részletre fordított idő többszörösen megtérül majd később, ezért vagyok hajlandó sokat foglalkozni vele. De úgy látszik, valami mégsem stimmel. Hát jó. Lehet, hogy mégiscsak el kellene némi földön kívüli segítség. Joe Nickelnek komoly bizonyítani valója van, ha meg akarja magyarázni a Nazca vonalak eredetét, hiszen ez a rejtély évtizedek óta az ősi asztronauta elmélet egyik alapkövének számít. De Joe számít rá, hogy a Nazca rejtélyt ma sikerül megoldania. Mindörökre. Az emberek általában azért vannak oda az óriás alakzatokért, gabonakörökért, meg effélékért, mert a megvalósításukat sokkal nehezebbnek gondolják, mint amilyen valójában. Pedig a valóságban egyáltalán nem olyan nehéz szabályos kört formázni. Amit pedig az ember egy darab papíron képes megalkotni körzővel és vonalzóval, azt nagyban sem nehezebb megcsinálni. Ehhez csupán a pontokat kell kijelölni egy négyzetrácson, majd közönséges botokkal és zsinórokkal felmérni a földre. Egyáltalán nem egetrengető feladat. Joe-nak ráadásul gyakorlata is van már a Nazca vonalak rajzolásában. 1982-ben már sikerrel reprodukálta az egyik leghatalmasabb rajzot, egy 140 méteres kondorkesejűt. Ha megvizsgáljuk az eredeti vonalakat, nem mindegyik tűnik olyan szépen kidolgozottnak. Úgy látszik, a Nazcák korai számításai nem mindig sikerültek pontosan. Az idő haladtával azonban tanultak a hibáikból és tökéletesítették a technikájukat.
De ha ezeket a vonalakat tényleg maguk a naszkák készítették, a kérdés akkor is ott van. Miért? Egyes hívők szerint miután a földön kívüliek elmentek, a naszkák vágytak a visszatértükre, és a vonalakkal igyekeztek visszacsalogatni őket. Hát ez egy érdekes történet. Persze van, aki hisz benne, ahogy a húsvéti nyusziban is sokan hisznek, de régészként én megint csak ugyanazt tudom kérdezni, hol van mindenre a bizonyíték? A magányos naszka elmélet azon alapul, hogy voltak ott földön kívüliek, akiknek jelezni akartak. Ez pedig nem kis feltételezés. A tudományban régóta van egy szabály, amit Okán-borotvája néven ismernek. Ez pedig alapvetően arról szól, hogy ha valaminek több lehetséges magyarázata is van, akkor az a megoldás a helyes, amihez minél kevesebb további feltételezés szükséges. Legokosabb tehát ehhez a megoldáshoz ragaszkodni, amíg nincs konkrét fizikai bizonyíték, ami megcáfolja. Addig is érdemes a legegyszerűbb magyarázatot elfogadni. A naszka vonalakra pedig számos jóval egyszerűbb magyarázat is létezik. John Nicol verziója visszavisz bennünket az istenekhez. A földet egészen megtisztították a kavicsoktól, az ábrák pedig körmeneti mintaként, egyfajta útvesztőként szolgáltak. Néhány helyen girbe-gurba vonalak is megfigyelhetők, talán hogy összefogják a képeket, hogy összegyűjtsék a rajzok erejét. Több naszka ábrában is fellelhető ugyanaz az elem, a konkrét képből kifelé mutató vonalak, mint például ez itt, ami mint egy bejáratként szolgál a kolibri madár teste felé. Nicol következtetése szerint a rajzok készítői valamiféle vallási szertartás részeként körbe-körbe haladtak a vonalak mentén. A naszka vonalak tulajdonképpen nem mások, mint szertartásos gyalogösvények. Ebben egészen biztos vagyok. De még mindig ott van a csillaggyermek kérdése. Bizonyítékul szolgálhat-e ez a 900 éves koponya, hogy több száz vagy akár több ezer évvel ezelőtt az emberek földön kívüliekkel párosodtak? San Franciscóban Jason Eshelman a csillaggyermek DNS-ének kinyerésén fáradozik. Nem tudja, emberi vagy földön kívüli DNS talál-e majd. Nem mintha tudná, hogy egy földön kívüli DNS-nek hogyan kell kinéznie. Számos próbálkozás után végül sikerül mitokondriális DNS-t kivonnia, ami az ilyenkorú példányokban a leggyakrabban fordul elő. Ez a fajta DNS viszont csupán a csillaggyermek anyját képes felfedni. A DNS típusa egyáltalán nem volt váratlan, hiszen a lelet a délnyugati régióból került elő. A csillaggyermek DNS-ének tanúsága szerint az anyja ember volt. Emberi DNS-t kerestem, és ha valaki egy emberformájú leletet vizsgál, annyira talán nem meglepő, ha emberi DNS-t is talál. De amíg Lloyd valahogy nem képes sikerrel megvizsgáltatni a csillaggyermek nukleáris DNS-ét, addig nem lehet biztos benne, hogy ki volt az apa. Ha majd a nukleáris DNS-ét is megvizsgálják, ki fog derülni, hogy nem 100%-ban ember. Persze abban sem ért mindenki egyet, hogy fontos-e megtudni, ki volt a csillaggyermek apja. Szerintem ebben a koponyában semmilyen csillaggyermekes nincsen. Én csak egy sima, emberi rendellenességet látok, amire korábban is volt már példa. Igazságügyi antropológusi munkája során Bill Rodriguez már számtalan koponyaformával találkozott. 1999-ben egyszer már a csillaggyermeket is megvizsgálta. A csillaggyermek arcformája meglehetősen furcsa, főleg a sekély szemgödrei. Vajon életképes lehetett egy ember ilyen szemmel? Bár a szemgödör tényleg nagyon sekély, a hátsó részén látszik a látóidegek helye, amik a látásért felelnek. Úgy látszik, a szemgödör furcsa formája egyszerűen a koponya formáját követte a fejlődésben. Úgy látszik, minden jelenséget olyannak látunk, amilyennek látni akarunk. Lehet, hogy a csillaggyermek mégsem az a bizonyos füstölgő revolver annak bizonyítására, hogy ősi asztronauták szóltak volna bele az emberi történelem folyásába, de ettől még valamiféle kapcsolatunk lehetett velük. A mai napig nem találtak olyan őskori maradványokat, amelyek az emberszabású majmok és az ember közös ősét bizonyítanák. Lehetséges, hogy ez az ős tényleg földön kívüli volt, és ami még érdekesebb, az idegenek tényleg párosodtak velünk.
Carl Sagan fogalmazta meg jól, amikor azt mondta, sokkal inkább elképzelhető, hogy egy ember egy petúniával párosodjon, mint egy földön kívülivel, mert ők legalább ugyanazon a bolygón fejlődtek ki. Az ilyen jellegű fejtegetések inkább a fantázia világába tartoznak. Az elképzelés, hogy bolygónkat évezredekkel ezelőtt földönkívüliek gyarmatosították, akik megteremtettek bennünket, hogy rabszolgáik legyünk, és ezzel megváltoztatták az emberi történelem folyását, nem egyhamar fog eltűnni a köztudatból. Hiszen talán sohasem leszünk képesek választ találni meg annyi kérdésre őseinkről, legyenek azok emberek vagy földönkívüliek. A tudomány valójában nem más, mint kijavított hibák hosszú sorozata. Szerintem a csillaggyermek az ékes példa rá, hogy még számos hiba vár kiigazításra. Szerintem E.T. még nem járt nálunk. Lehet, hogy valóban léteznek földön kívüliek valahol a végtelen univerzumban, de arra nincs elfogadható bizonyíték, hogy valaha is itt jártak volna, és nem is valószínű, hogy ez a közeljövőben megtörténik. Konkrét bizonyítékok hiányában a több ezer évvel ezelőtti legendák és régészeti leletek mindig is szabadon értelmezhetők lesznek. Mintha mélyen, odabent, mindnyájan tudnánk, hogy mi is a csillagokhoz tartozunk. Csak az a kérdés, hogyan jussunk vissza hozzájuk? Szerintem, ami hajt minket, az a vágyakozás valami külső, valami istenszerű hatalom után. És hogyha egy természet feletti Istenben nem is hiszünk, talán akkor is léteznek valahol istenszerű teremtmények, istenszerű hatalommal, akik végül majd megmentenek minket saját magunktól. A végső igazságot talán sohasem tudjuk meg, nem tehetünk mást, a bizonyítékok alapján mindnyájan azt hiszünk, amit akarunk. Az ősi asztronauta elméletet egyetlen módon lehetne megdönteni. Ha végre leszállnának hozzánk a földön kívüliek, és azt mondanák, még sohasem jártunk itt ezelőtt. Nem rossz, mi? Lehetséges, hogy a földön kívüliek szerves részét képezik a kultúránknak, sőt, talán a DNS-ünknek is. Persze az is elképzelhető, hogy egy ilyen gondolat nem e világból való. Magyar szöveg Gulyás Zsolt, narrátor Vas Gábor, munkatársak Férüntáj Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Dobai Brigitta, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.